Szevasztok, Széltoló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a Megabellum. Folytatjuk az egységeket bemutató videósorozatunkat, ahol ma nem másról lesz szó, mint a jó öreg Vulkánról. A Vulkán, ahogy lehet látni, két kurva nagy lángszóróval felszerelt Giant robot, aki megy a csatatéren és pörköl mindent, mindenkit eléget az édes jó anyjába. Van két nagy raktárnyi napalmja, amit előszeretettel és félelem nélkül használ. Tehát az emberek az ilyen pécurkák itt mellette, tehát ez már jogosan megérdemli a Giant nevet. Nézzük, mit lehet róla tudni. A kifejlesztése 200 supply-ba kerül, egy egység megvétele 400 supply-ba kerül, a HP-ja 32073. 6 méter per szekundummal cammog, tehát nem a világ leggyorsabb jószága, nem arról ismert. Az attack-ja 90. Na most ez a 90 ne zavarjon meg senkit, mert ezt 0,1 másodpercenként képes hozni. Ami annyit tesz, hogy az attack-ja technikailag másodpercenként 900. És képes 10 másodpercenként más és más egységet kiválasztani magának, tehát iszonyat AOE-val rendelkezik, a Splash Range 10 méter, talán a legnagyobb a játékban, senki más nincs ekkora Splash Damage-e. Alapjáraton 100 méterre képes a plazmát vagy napalmot, vagy amit éppen kilőni. Ellenben csak földi egységekre használható, tehát az utolsó kis Wasp is szépen lassan lepütyögeti, mert hogy bizony ezeket a jószágokat fölfelé emelni nem lehet, ezzel csak földi egységeket lehet támadni. Nézzük ellenben a skilljeit. Van neki egy olyan, hogy Ignite. Ez annyit tesz, hogy nem csak hogy odapörköl a lángszóróval, hanem még föl is gyújtja őket, ami 2 másodpercen át 6%-os HP veszteségét jelent, tehát 12%-os HP veszteség. Ez például a kokáért elég erősen tud hatni komolyabb HP-val rendelkező egységek ellen, amit nem bír csak úgy végig söpörni rajta és fölgyújtani az egészet az ördögbe, hanem akkor még egy ilyen Ignite-tal is rá lehet segíteni. A Range Enhancement hát az 140 méterre emeli a range-ét a 100 helyet. Incendiary Bomb. Az Incendiary Bombnak köszönhető egy olyan skillje, vagyis hogy ez a skill azt csinálja, hogy 16 másodpercenként kilő magából egy csomó gyújtóbombát, ami hát elég messzire, 180 méterre el tud haladni. 180 méter az meghaladja még tán a Marksman-eknek az alapvető range-ét is. Tehát 180 méterre el tudja hajítani ezeket a gyújtóbombákat, amik ugyanilyen ignite effektust tudnak biztosítani, lévén azok fölgyújtják a földet maga körül, mármint hogy a landolásuk körül, amin, hogyha átgázol az ellenfél, akkor HP sérülést okoz. Scorching Flames megnöveli a vulkánnak a támadását 125%-kal, tehát akkor már nem 90 lesz, hanem alapjáraton körülbelül ott valahol 200 tájékán, ami már azért egészen tekintélyes, így 0,1 másodpercenként. Best Partner a játék elején tud magának summonolni egy Marksman-t, aki mellette halad, és lényegileg nem hiszem, hogy az ő célpontjait támadja, de védő szerepet tölt be, tehát az olyan egységek ellen tökéletes, akik ellen a vulkán gyönge, tehát a nagyon komoly HP-val rendelkező ellenfelek ellen jól tud működni a partner. Tehát ez a Marksman, amikor summonolva van, akkor mindig az adott vulkánnak a szintjén jelenik meg, tehát egy 3-as vulkán, egy 3-as szintű Marksman summonol. Sticky Oil Bomb. Sticky Oil Bomb, ez lényegileg egy ugyanolyan bomba, mint az Incendiary Bomb, csak ilyen kátrányos őrületet lő ki magából, amiben, hogyha az ellenfelek belemennek, akkor lelassulnak. És természetesen mind a féle kátrány ezt föl is lehet gyújtani, amit előszeretettel alkalmaz is a vulkán. Tehát minek utána odabassza azt a kátrány bombát, még meg is küldi általában egy kis lánggal, hogy az egész fölgyulladjon, úgyhogy ottan ég, lángol és be van ragadva minden.
Dante Inferno-ja nem néz ki olyan durván. Illetve van neki még egy Armor Enhancement-ja, mert miért maradt volna le ugyebár, tehát megnöveli a HP-t 30%-kal, beszéltünk róla már sokszor, illetve szinténként Flat 60-nal csökkenti a bejövő damage-et. 3-as szinten 180, 4-es szinten 240 már a damage mitigáció. Szóval ő volt a második Giant egységünk a 4-ből. A következő videóban folytatjuk a bemutatásukat. Én pedig még mindig széltoló voltam, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra és mindenkire, úgyhogy találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!